A téma ugye az lesz, hogy természetes atomreaktor. Ezért gyorsan az elején nézzük meg, hogy miért is vannak ezek az atomreaktorok, mi is ez, hogyan is működik, és akkor utána összehasonlítjuk ezt azzal az atomreaktorral, ami Afrikában valahogy állítólag működött, de ugye a mi fő kérdésünk az az, hogy hogyan lehet ezt bizonyítani, hogy az tényleg úgy volt. Tehát az atomreaktorról mindeddig azt gondoltam én is, amíg ezt meg nem találtam ezt a jelenséget, vagy ezeket a cikkeket, hogy ez egy emberi találmány, és 1942-ben Enrico Fermi építette az első úgynevezett atommágiát, amiben ki is mutatták, hogy tényleg az atommagokat el lehet hasítani, akkor azok kettő részre szétesnek, néhány neutron keletkezik, és hogyha ezeket a neutronokat további hasadásokra fogjuk felhasználni, akkor létrejöhet az a láncreakció, amit Szilárd Leó szabadalmaztatott azokban az időkben, tehát 1930-as években. Sok atommag egyébként saját magától is el tud hasadni, főleg a nagyon nagy rendszámú atommagok, de az urán-235-ös izotópjának az atommagját egy nagyon lassú neutron tudja nagy valószínűséggel ketté hasítani. Az urán, azt tudjátok, az egy fém, elég nagy a sűrűsége, lehet találni, szerintem az interneten is lehet már belőle rendelni, és kettő darab izotópja létezik, ami azt jelenti, hogy az urán, minden uránban ugyanannyi elektron van az atomban, az elektron felhőben, de az atom magban lévő protonok és a neutronok száma olyan értelemben nem ugyanaz, hogy ugyanannyi 92 darab proton van minden uránnak a atommagjába, de a neutronok száma az nem mindig ugyanannyi. És a kettőnek, a protonok és a neutronok számának az összege az vagy 235, vagy 238 azokban az urán atomokban, amiket így a természetben meg tudunk találni. És ebből a 235-ös az, ami ezekre a úgynevezett termikus neutronokra elhasad, ezért itt van ez a jó kis ábra, amit most megpróbáltam elmagyarázni, tehát itt bejön egy lassú neutron, cammog, a fénysebességhez képest cammog, ugye mi nem érnénk utol a Józsival, hogyha stafétába futnánk, akkor se, de egyébként a fénysebesség az ennél sokkal nagyobb. Szóval itt egy 235-ös urán, neki megy, elhasad két részre, és keletkezik két-három neutron. És akkor azokat a neutronokat felhasználhatjuk arra, hogy új hasadásokat hozzunk létre ezeknél az atommagoknál, és akkor látjátok, hogy a neutronok száma egyre nagyobb tud lenni, egyre több hasadás. Hát erről szól itt a dolog. Na most ugye nagyon fontos vetülete ennek a maghasadásos jelenségnek az energia kérdés. Napjainkban nagyon sok atomreaktor működik úgy a világban, hogy azok energiát termelnek, és ezen energiatermelés során ez a bizonyos láncreakció és szabályozott körülmények között zajlik le. Ez van a második ábránkon. Ugye ezt azért rajzoltam mindezt ide, hogy majd összehasonlítsuk, hogy egy rendes atomreaktorban, mint a Paksi, meg egy csomó más, így működik. Hát mi a dolog történt ott a oklóba, az urán bányába, hogy a kettő körülbelül hogyan hasonlítható össze, ezért most kiindulunk innen. Hát itt van, látjátok, úgy néz ki a dolog, hogy itt keletkezik egy hasadás történik, itt a két hasadvány, amikor az atommag, az urán 235 kettő részre esik, keletkezik két-három neutron, azok elkezdenek diffundálni a közegben, néha összeütköznek másik atommagokkal, és akkor átadnak nekik egy kis energiát, mint a biliárdgolyók egymásnak, és ők lelassulnak. Azért nagyon jó, ha ezek lelassulnak, mert itt, amikor ez a neutron még egy másik, hát ha jól látom, ez itt be fog fogódni, és akkor, amikor befogódik mondjuk egy 235-ös uránba, akkor lehet, hogy azt majd megint el fogja hasítani, de ez csak akkor fog megtörténni, amikor lelassul tényleg a neutron, és ehhez kell 4-5 ütközésben részt vennie. Ezt hívják moderálásnak, tehát amikor lemegy a sebessége a neutronnak, és akkor a végén, a moderálás után tud hasítani, vagy befogódni, többféle dolog történhet vele, mert lehet, hogy ez a befogódás nem pont egy 235-ös uránban történik, hanem egy másik anyagban, ami ott van benne
itt most az atomreaktornak az üzemanyag cellájába, majd az oklónál pedig abba a kőzetbe, ami éppen ott volt. Oké? Okay? Tehát ez a neutron lassulás, ez egy nagyon fontos része a dolognak, és akkor ezekkel a szürke szabályzó rudakkal, ami ide van rajzolva, a kurzorral mutatom, ezt kibehúzgálják azért, hogy a reaktor stabil üzemmódba menjen, és ugyanannyi neutront nyeljünk el, mint amennyi keletkezett mínusz egy. És akkor az az egy, az mindig fenntartja az energiatermelést. Magyarországnak az energiatermelésnek a 40%-át adja a paksi atomerőmű, ami azért elég jelentős százalék. Hozzá kell tegyek azt, hogy ezen energiatermelés során a széndioxid kibocsátás abszolút minimális. Tehát csak az ilyen mellék dolgokra, hogy az igazgató régi kocsival megy be a munkahelyére, és akkor egy kis széndioxid kibocsátás. Elnézést mindenkitől, akik utána néznek, tehát a legbanálisabb példát próbáltam elővenni, de nyilván vannak benne olyan motorok, amik nem feltétlenül az atomenergiával mennek. Tehát nagyon, nagyon minimális, elhanyagolható, szinte zéró a széndioxid kibocsátása, és a széndioxid kibocsátása jelenlegi környezettudatos, klímaváltozásos gondolkodásunknak a legelső prioritása. Ugye azért van ez a globális felmelegedés, mert egyre több széndioxid megy a levegőbe, tehát minden olyan, ami fenntartja a világnak az életszínvonalát, de sokkal kevesebb, nem kicsit kevesebb, hanem drasztikusan kevesebb széndioxidot bocsát ki, az úgy nagyjából egy jó jelölt arra, hogy ezzel majd valameddig fönn tudjuk tartani ezt a civilizációt. Természetesen ez egy óriási előnye az atomreaktoroknak, tehát emiatt az atomreaktorok zöld energia. A hátránya a rádióaktív hulladékoknak a kérdése. És ez az előadás erről a természetes reaktorról ezt a kérdéskört is egy kicsit meg akarja villantani nektek, ugyanis a természetes atomreaktorban is keletkeznek rádióaktív hulladékok, és azzal senki nem csinált semmit, hiszen ott volt nem egy épített reaktor, hanem egy természetes, tehát ott meg lehet nézni, hogy mi történt ezekkel az anyagokkal. És a természet megadta nekünk a lehetőséget, hogy megvizsgáljuk, hogy a rádióaktív hulladékok hosszú időskálán hogyan mozognak. És ebből egyébként le is tudunk vonni következtetést, hogy hogyan lehet elintézni, hogy ne nagyon mászkáljanak szét ezek a rádióaktív hulladékanyagok. Na, szóval a következő dián már az látható, amit most elmondtam, tehát, hogy az atomreaktoroknak az életszínvonalra való hatása az körülbelül milyen volt. Hát van még egy pár adat, hogy a paksi atomerőműben 500 megawattos blokkok vannak, 50 évre meg van hosszabbítva az életideje, oda van írva, hogy összesen mennyi terawattóra energiát termelnek egész életük során, és ezáltal a Magyarország életszínvonalát emelik, de ha más országban telepítenek egy ilyen atomerőművet, akkor annak az országnak is az életszínvonalát ez emeli, mert mindenhol lesz a konnektorban hálózati feszültség, tehát tud működni a világ. Természetesen vannak más energiaforrások is, amik ezt el tudják érni. És itt úgy fogalmaztam meg ezt a rádióaktív hulladék kérdését, hogy rizikója is van annak, hogy egy ilyen atomerőművet működtetünk, pont ugyanúgy, mint hogyha egy szénerőművet vagy egy megújuló energia erőművet működtetnénk, annak is van rizikója, mindennek van rizikója. Ti elmentek az iskolába tanulni, az nagyon jó, mert okosabbak lesztek, de van rizikó, mert a közlekedésben részt kell venni, ami néha balul üt ki. Tehát elcsúszunk a jégen, kicsit kifordul a bokánk, vagy esetleg nagyobb dolog is lehet. Tehát mindennek van rizikója. Ezt azért mondom, hogy két oldalról nézzük a dolgokat. Nem csak jó oldala van ennek. De a rizikó jelen esetben azért nem olyan nagy. Hát akkor ez volt az, hogy az atomerőveknek a fontosságát megpróbáltam nektek elmagyarázni. Tehát, hogyha a rádióaktív hulladék kérdésben tudnánk előrelépni, akkor ez tényleg a jövőbe vezető utunkat egy kicsikét úgy jobbá tenné. És remélem, hogy a végére eljutok oda, hogy kis reménysugarat azért ez az oklói tapasztalat is tud adni nekünk. Hát ennek a természetes reaktornak a történetéhez az tartozik, hogy 1956-ban Paul Kuroda nevű japán professzor feltételezte, hogy hát
Elképzelhető, hogy természetes atomreaktor is létezhet. Ugye az első atomreaktort a 42-ben hozták létre, ez 14 évvel később volt, tehát ilyenkorra már ugye elterjedtek az atomerőművek, már volt jó néhány, ami működött, és akkor merült fel ez, hogy akkor lehet, hogy van természetben is. És aki ismeri a geológiát, tehát én nem ismerem, és gondolom még ti sem vagytok nagyon járatosok a geológiában, az az állítás, hogy a geológiában vannak ilyen érctelepek, és akkor azok valahogy ilyen lencse alakú szerkezetek szoktak lenni, ami úgy egyik irányba nem olyan vastag, a másik irányba meg úgy valamilyen ilyen kb. Ellipszis alakú, vagy ilyen kör alakú dolog. Szóval valahogy így keletkeznek az ércek mindenféle okok miatt. És azt mondta, hogy ez a Kuroda, hogy egy olyan ilyen lencsét kéne venni, ami körülbelül 1 méter vastag. Hogyha ilyen 1 méter vastagságú lencse van, akkor elképzelhető, hogy be tud indulni egy atomreaktor. Ugye ez analógia azzal, amit úgy szoktak mondani máshol, hogy kritikus tömeg. Tehát, hogyha elég sok uránt teszünk egy helyre, akkor tud kialakulni ez a láncreakció. Ha túl kicsi a rétegünk, akkor hamar kimennek a neutronok, és nem tudnak újabb uránokat elhasítani, ezért legalább 1 méter kell, hogy úgy ez valahogy kialakuljon. Hát ez volt az első. Aztán a másik az, hogy a 235-ös urán gyakorisága 1% felett legyen. Ugye azt mondtam, az urán atomokból 2 van a természetben, illetve 3, de a harmadikat eltitkolom. A 235 meg a 238, és a 235-nek a relatív gyakorisága az 0,7%, tehát 7000-lék, ami nagyon kevés, és ez az, ami tud hasadni. Úgyhogy ez a 0,7, ez nem elég, hanem ezt meg kell növelni valamennyire. Egyébként a reaktorokban is megnövelik, tehát dúsított uránnal működik egy csomó atomreaktorfajta. Vannak olyanok is, amik természetes urán arányjal tudnak működni, de akkor meg a víz helyett nehéz vizet kell alkalmazni. És akkor a nehéz vízben vannak neutronok, amik kompenzálják a helyzetet. Tehát azt mondta, hogy legalább 235-ös uránból 1% legyen. Aztán azt mondja, hogy víz, tehát olyan helyen kell a kőzetnek lenni, ahol a víz bele tud folyni a kőzetbe, meg ki tud belőle folyni. Tehát tudjátok, a felszín alatt nagyon sok vízáramlás létezik, ezt úgy hívják, hogy hidrogeológia, és nem minden kőzet képes arra, hogy ezeket a felszín alatti vízfolyásokat befogadja magába. Ezek nagyon lassú vízfolyások, tehát ne úgy képzeljétek, mint a Duna, hanem hogy 1000 év alatt tesz meg, mit tudom, 1 kilométert, vagy ilyen jó lassú dolgok. De ez a víz elárasztása, ez azért kell, ugye ehhez a természetes atomreaktorhoz, hogy ezt a bizonyos neutron lassítást, amit az előbb mondtam, ezt ezek a vízben lévő protonok, ezek meg tudják oldani. A víz az nagyon jó neutron lassító anyag, úgyhogy ez kell még hozzá. És a negyedik feltétel, hogy ne legyenek olyan anyagok, amik megeszik a neutronokat. A reaktorok fizikai leírásában van egy olyan szó, hogy ne a reaktor méreg, ami azok olyan atommagok, amik nagy valószínűséggel megeszik a neutronokat, és ezért megakadályozzák azt, hogy a neutronok később hasadást okozzanak, és úgy megmérgezik a helyzetet. Tehát túl sok bort beleöntünk egy reaktorba, akkor minden neutront elnyelnek a bor atommagok, és akkor nem jut neutron nekünk arra, hogy legyen láncreakció. Tehát elrontják a helyzetet. Na most, hogyha olyan közvetben vagyunk, ahol sok a bor meg a lítium is ilyen neutron zabáló anyag, akkor megint csak nem tud kialakulni rendesen ez a láncreakció. Tehát a történet az 1956-ban kezdődik, és mikor folytatódik? Hát néhány évvel később, 1972-ben folytatódik, amikor dr. Francis Perry nevű francia kollega egy gaboni uránbányában megmérte a 235 és a 238-as uránnak az arányát. Hát, hogy ezt hogy kell megmérni, az nagyon sokféleképpen történhet. Ezek egyébként tömegspektrométerek.
Tehát tudjátok, a tömegspektrométerek úgy működnek, hogy van valamilyen uránatomunk, azt először ionizálni kell, egy elektront leveszünk belőle, akkor az iont felgyorsítjuk egy pontosan ismert sebességre, és utána egy mágneses térbe eltérítjük egy félkör alakú pályára, vagy valamilyen, nem kell pont félkör, hanem valamilyen körpályára, és akkor megnézzük, hogy mennyi volt a pályasugára, hogy így kanyarodott, vagy így kanyarodott, és hogyha nehezebb az atommag, akkor nehezebben veszi be a kanyart, és akkor ebből ki lehet számolni, hogy mennyi a tömege. Persze ezt kombinálják ma már mindenféle mással, szóval nagyon leegyszerűsítettem a helyzetet. Mindenesetre ilyen alapon megmérte a Perrin, és azt mondta, hogy ez a 0,72%, ami ugye, amit mondtam, hogy az egy olyan mindig fennálló dolog, de erről már később még fogok beszélni, ezt úgy hívják, hogy természetes izotóp gyakoriság, hogy ez miért állandó, és hogy hol állandó, meg mi ez az egész, az egy nagyon érdekes kérdés, arról is lehetne több előadást tartani. Mindenesetre ez a 0,72%, ez 0,716%-ra ment le, tehát 1%-nál kevesebb az az urán-235, ami hiányzott ezekből a mintákból, de ez pontosan kimutatható volt, tehát hiba határnál sokkal jobban megmérte, és ez teljesen triviális volt, hogy itt valami nem stimmel. Azt írja a cikk, hogy 200 kg 235-ös urán hiányzott azokból a mintákból, amiket ők megmértek. És akkor hát az első magyarázat az volt, amit ugye ez a japán professzor, előbb említett japán professzor már feltételezett, hogy valahogy természetes módon elkezdtek ezek a 235-ös uránok elhasadni ebbe az uránbányába, és akkor ezért van kevesebb. És akkor innentől kezdve megindult ez a kutatás, hogy akkor mi is van itt. Hát akkor most ismertetem a helyszínt. A helyszín az a Gabon nevezetű ország, itt a jobb oldali ábrán láthatjátok. Ez Afrikának, tehát Afrika az ugye valami ilyen alakú, úgy nektek mutatom, és itt a hajlatban, itt a könyökénél, vagy ennél az öbölnél, ott van egy kicsit már délebre a... Tessék? Krétával tudok rajzolni. Jó, oké. Tehát kb. Itt így van Afrika, hát most nagyon elnagyoltam. És akkor ez a kép, ami itt van, ez körülbelül ezt a részt veszi ki, tehát itt van valahol Gabon. Oké? Gabon az francia gyarmat volt. Tehát francia egyenlítői Afrika nevű ilyen gyarmati térségnek volt a része, és ezért a franciák ebbe a régióba próbálták a nyersanyagaikat beszerezni, és hát ez egy másik műfaj, hogy tudták meg, hogy valahol le kell fúrni, mit tudom én, hány méter mélyre, hogy ott uránércet találjanak. Ez a geológiának a tudománya, hihetetlenül nagyszerű dolog. Kimennek, megnéznek egy-két követ, megvizsgálják, és utána tudják, hogy az egész hegy miből van, meg milyen folyamatok mentek végbe. Szóval csodával határos módon ezeket az uránbányákat ők ott felfedezték, és megnyitották. Na most itt vannak ezek a piros csillaggal vannak jelölve az uránbányák. Itt van Okló, ez a fölülről a harmadik, erről kapta a nevét, mert ez volt az első, amiben felfedezték ezt az izotóp gyakoriságnak az eltolódását. És ja, itt van egész Afrika fönn, tehát akkor ilyen volt a rajz, de nem baj. És itt van másik kettő, ez a Bangomb és a Mikolungu, ezek egy kicsit odébb vannak. Oké, mindegyikbe megtalálták ezt a természetes atomreaktor működést. Ez ugye 6 helyszín, és a 6 helyszínen is különböző helyek vannak. Tehát ezeket a bizonyos lencséket, amit az előbb mondtam, ezekből van vagy 50 ugye összesen, amit úgy megvizsgáltak. És mindegyik ilyen lencse külön atomreaktorként működött. Összességében nagyon sok tonna uránnak a hasadása történt meg ezekben a reaktorokban. Azt meg akartam nézni valahol, hogy mennyi energiát termelhettek ezek a reaktorok így összességében, de ezt az adatot sajnos nem sikerült a cikkekből kiszedni, de hát ha utána néztek, lehet, hogy nektek sikerül. Tehát mindent én is az internetről szedek egyébként, és ki is lehet számolni, hogyha tudunk egy pár másik adatot. Na, szóval ez a helyszín, és akkor
vannak itt ilyen mindenféle színes jelölések, ugye, mert geológiailag el kell helyezzük ezt az uránércet, hogy ez hol is van. Ez a hát olyan rózsaszínes rész, ez homokkő, és itt van ezek a fekete keresztes valamivel jelölt dolog, ez az alapkőzet, amit úgy kell elképzelni, hogy így van egy alapkőzet, és akkor abba bele kerül, abba felhalmozódtak az üledékes kőzetek, például ez a homokkő, és ott van benne egy olyan réteg, amiben ez a bizonyos urán kialakult. Oké? És akkor megyek tovább, itt van egy kicsit még részletesebben, tehát látjátok, hogy itt van ez a gránit, ez az alapkőzet, itt van rajta ez a üledékes rétegek, ugye az év milliárdok alatt ezek így kialakultak, ez a mostani állapot, de azt írják minden cikkben, hogy ezek nem nagyon perturbálódtak meg az elmúlt 2 milliárd évben. Tehát biztos történt velük valami, de alapvetően ez lehetett akkor is a helyzet 2 milliárd évvel ezelőtt. Na és itt van ez a hármas, ez itt az uránérc, ami valamilyen geológiai okok miatt keletkezett, azt majd mindjárt elmondom, hogy miért, és itt vannak ezek a lencsék, ahol olyan magas urántartalma van ezeknek a lencséknek, hogy például 80%. Tehát ez uraninit nevezetű uránoxid, mindjárt fogom mutatni a kristály szerkezetét, ugye mert a geológiában is van fizika, ezt csak úgy mondom, mert a kristály szerkezetet azt úgy szilárdtest fizika órán, a Cserti Józsitól tanultam még nem tudom hány éve, 10-20, hát lehet, hogy már 30 is van. Még annyi talán nincs. Szóval ott vannak ezek az uraninit kristályok ezekbe a kis lencsékbe. Tehát körülbelül így kell elképzelni a geológiai formációt, és akkor a lencsékben persze nem csak uránérc van, hanem ott ilyen keveredés van. Tehát van egy kis lencs, ami uránérc, aztán mellette valami agyagos kőzet, aztán mellette alumíniumfoszfát, tehát ilyeneket fogok mondani a későbbiekben. Ennek a geológiailag egy kicsit, tehát ez a fölülnézet, ez a baloldali, ez pedig az oldalnézet. Itt ugyanezek vannak, és akkor itt látjátok, hogy vannak törésvonalak, ami nagyon fontos, mert ugye ott a törésvonalon be tud jönni a víz, tehát fent tudja tartani ezt a bizonyos vízáramlási rendszert. A homokkő az meg azért nagyon fontos, mert a homokkő az olyan, ami be tudja fogadni a vizet. Tehát jön egy felszínalatti vízáramlás, akkor a homokkő az vezeti. Nem olyan, mint a gránit, amelyik úgy sokkal-sokkal lassabban vezeti a vízáramlásokat. Oké, tehát körülbelül ilyen geológiai helyzetet képzeljetek el, és ami mostanában látszik, az pedig így néz ki. Tehát ezek ilyen helyszíni képek, tehát a helyszín bemutatásának a következő eleme, képek a helyszínről. Itt van egy szabadon sétáló ember, ide jött, és látta, hogy itt valami nem stimmel. Tehát itt ezen a részen valahogy nem olyan a kőzet, mint így mellette, 5 méterrel odébb, hanem úgy néz ki, mintha úgy megégett volna, tehát olyan kerámia formálódott volna a sima kőzetből. Ez azért van, mert itt a bizonyos természetes reaktor zóna az nagyon közel volt itt a felszínhez, és egyszerűen átkristályosodott a kőzet attól a nagy melegtől, ami a reaktor zóna miatt ott fellépett. Hát csomó becslést láttam az interneten, 280 és 500 fokos hőmérsékletre becsülik, hogy ez a reaktor ilyen hőmérsékleteken üzemelt, és 500 fokot, ha elérjük, akkor már egy csomó kőzet meg tud olvadni. Ez a bányarész, itt a bányarészben látjátok, hogy ezek a sárga pöttyök, ezek, amikor ott konkrétan az uránérc ott van a szemünk előtt. Tehát ezt így szemmel láthatóan lehet látni, hogy ezt kell itt kibányászni, mert az urán a sárga színű, ja? Az uránoxid a sárga színű. Szóval, igen, akkor ez itt mutatja, hogy ilyen úgynevezett palás agyag is van az uránérc mellett. Tehát ezek a szomszédos kőzetek, ezek azért látszik ezen, hogy palás, mert látjátok, hogy ilyen párhuzamos repedések vannak rajta. Az olyan, mintha fölülről valaki megnyomta volna ezt az egész kőzetet, és akkor ez a fölülről, vagy hát akármilyen irányból, de mondjuk fölülről, erre az irányra merőlegesen vannak ezek a vonalak, amit láttok, és azért, mert ebbe az irányba a nyomás az egy inhomogenitást jelentett, és a benne lévő
anyag az úgy kristályosodott át, hogy erre fele tudott mozogni, mert ugye oldalról nem nyomta semmi, erre tudott mozogni, ebbe az irányba már nem, mert nagy szorítás alatt volt, és akkor kialakultak ezek az ilyen, hát palás, ezek az ilyen rétegzett dolgok. Oké? Szóval ez is mutatja, hogy ez a geológiai környezet, ez jól befogadó egy ilyen eseményre, mint egy természetes atomreaktor. Na, akkor kezdjünk megközelíteni, hogy mi is történt ott a Gabonban, és hogy mikor. Az első dolog az, hogy a mai 235-ös urán koncentráció, relatív gyakoriság, az semmire nem elég, 0,7%-a semmi, de mennyi volt korábban? Hát, hogyha itt rajzoltam egy olyan ábrát, hogy egy-egy arányban van a 235 és a 238-as urán, és utána milliárd években számoljuk az időt, tehát itt 5 milliárd év, az ugye giga év akar lenni, hogy hogyan csökken a urán 235-ösnek a mennyisége, meg hogyan csökken az urán 238-asnak a mennyisége. Az urán 238-nak a felezés ideje az 4,4 milliárd év, tehát 5 milliárd év alatt körülbelül a felére fog esni a mennyiség, de a 235-ösnek 0,7 milliárd év, tehát 700 millió év a felezés ideje, az már itt így az egy előtt leesik a felére, aztán megint a felére, megint a felére, megint a felére, tehát elég gyorsan csökken. Ugyanez logaritmikus skálán már két darab egyenes lesz, és azt látjuk, hogy mai időkben kb. Itt van a 0,7%, és ha visszamegyünk mondjuk 2 milliárd évet körülbelül, akkor már 1% fölötti 235-ös urán százalék lesz, mert akkor, ami akkor ott volt, az már sokkal gyorsabban elbomlott, mint a többi urán, tehát a relatív százaléka az ugye nagyobb lesz ennek a 235-ös urának. Tehát körülbelül 2 milliárd évvel ezelőtt, akkor már volt esély rá. Azért mondom ezt a 2 milliárd évet, mert azt írják a cikkek, ugye ez is egy becslés, hogy körülbelül 1,8 milliárd évvel ezelőtt működött ez a oklói atomreaktor, és több százezer évig. Kicsit ment, aztán megállt, aztán megint ment, aztán megint leállt, ahogy úgy volt eső, vagy nem volt eső, tehát nagyon sok függött attól, hogy a felszín fölött milyen meteorológiai viszonyok voltak. Na, akkor első dolog, hogy a urán 235 aránya akkor 2 milliárd évvel ezelőtt jóval magasabb volt, ezért lehetőséget adott arra, hogy az atomreaktor kialakuljon. Ez az első dolog. A második dolog az, hogy a legkisebb uránérző, amit innen Oklóból hoztak, abban is 20%-os volt az uránnak a közvetnek az urántartalma, de 60-80%-ot is elértek néhány kőzetdarabok. Ez az UO2, ez az uraninit, és itt van a kristályrácsa, ebbe kristályosodik. Na most mi történik akkor, amikor itt történik egy hasadás? Tehát itt vannak az uránatommagok, ezek a nagyok, az oxigén az a kicsi piros. Az urán, amikor elhasad, akkor ott keletkezik kettő darab hasadvány, és annak a hasadványnak a mérete mekkora lesz. Tehát ehhez kéne tudni az atomoknak a méretét, hogy a rendszámmal hogyan változik. Ez nem egy monoton dolog, mert tudjátok, az elektron felhőnek a nagyságát kell ilyenkor tudni, és amikor az elektron felhő elér egy következő, a periódusos rendszerbe egy következő sorba, akkor úgy hirtelen megnő neki a sugara, aztán utána egyre kisebb lesz. Tehát nem triviális, hogy melyik atom mekkora. Vannak olyan atomok, amiket bele tudunk tenni ebbe a kristályrácsba. Ugye ennek van egy kristályrács mérete, tehát egy oxigén meg egy urán közötti távolság az valahány angström. És ha ide befér, mondjuk az urán helyére egy atom, nem az atom, maga teljes atom, akkor az itt tud maradni ebbe a kristályba. Hogyha ennél nagyobb, akkor nem fog beleférni, akkor addig diffundál még ion formájába, amíg ebből úgy kimegy, és egy olyan helyen találja meg a nyugalmat, ahol már van több hely. És akkor így 2 milliárd év távlatában már nem itt fogjuk megtalálni, az uraninitbe, az uránérzbe, hanem valahol máshol. Oké, ez nagyon fontos, ugye minek a szempontjából? Radioaktív hulladék szempontjából. Ezért magyarázom. Szóval itt a helyszín a lencse típusú geometriában az volt a szerencse, hogy a vastagság az megvolt,
az, ami egy viszonylag nagy uránlencsét jelentett, tehát nem mindig vannak ilyen nagy uránlencsék a uránbányákban. Ott volt a közeli víz, és akkor minden megvolt ahhoz, hogy lehessen. Tehát amit az a japán professzor előírt nekünk, az mind megvolt. Ráadásul azt is írta, ez most nem a feltételekhez tartozik, hanem egy megjegyzés. Most itt ugye az urán 235-ről magyarázok, hogy elhasad meg minden, de az is igaz, hogy amikor ezek a folyamatok történnek, 239-es plutónium is tud keletkezni, méghozzá úgy, hogy nem a 235-ös uránba fogódik be a neutron, hanem a 238-as uránba, és lesz 239-es urán, ami aztán béta bomlással elbomlik. Az egy rádióaktív bomlás, már biztos hallottatok róla, és így tud keletkezni ez a 239-es plutónium, ami egy transzurán elem, tehát az uránnál nagyobb a rendszáma, az ugye nem nagyon van természetesen, de itt természetes körülmények között oklóba keletkezett, és ha ezt az urán, vagy ezt a plutónium 239-et neutron éri, akkor ez is el tud hasadni. Tehát tulajdonképpen ez a természetes mechanizmus, ami ott történt oklóba, az előállított egy másik atommagot, ami szintén produkálta a neutronokat, tehát hozzáadott ehhez a 235-ös uránból származó neutron fluxushoz, és így tudott kialakulni jól az uránban ez a reaktor. Hát itt van néhány paramétere ezeknek a reaktorzónáknak. Tehát az egy-egy ilyen lencsét, amit mondtam, hogy abban működtek a reaktorok, azokat hívjuk reaktorzónáknak. Itt 13 reaktorzón van Okló környékén, és van ez a Bangombe környéki egyik reaktorzóna. Látjátok, ezek ilyen 10 méterszer 40 méteres, tehát úgy azért jó nagy, focipályányi mondjuk, lencse darabok, itt ez egy kicsit kisebb, de ez a Bangóbei, ez jó nagy, ez négyzetkilométerbe adják meg, tehát azt jelzi, hogy ez jóval nagyobb volt, és akkor ilyen 20-30 cm a magasságuk, ugye, vagy a vastagságuk, ami kisebb, mint az 1 méter, mint ami ott az előző feltételeknél szerepel, de hát így is elég volt. Oké. Itt van a maximális uránérztartalom, itt ez 80% is tudott lenni, tehát ez az uránérztartalom, ez jó nagy. Tehát ez valami kedvezett annak, hogy itt az urán olyan időkben, amikor az érc képződött, amikor a kőzet kialakult, hogy ez itt valahogy keletkezzen. Ezt mindjárt elmondom egyébként, hogy hogy volt. És akkor itt van, hogy a 235-ös urán hány százaléka égett el az ottani reaktorzónákban. Tehát ilyen 0,5% körülbelül. Ez is 100 000 évekig tartott, és akkor utána leállt az egész. Oké, tehát körülbelül ilyenekre kell gondolni. Ezt úgy, miután 72-ben felfedezték, azután nagyon-nagyon sok mérést végeztek, tehát szétmérték a környéket. Na, a következő, amit el akarok nektek mondani, hogy ez egy impulzusüzemű atomreaktor. Tehát nem olyan, mint a energiatermelő atomreaktorok, hogy szépen stabilan beállítjuk a teljesítményt, megy, meg sem moccan, minden rendben van vele, hanem ez egy másfajta, ez egy impulzus üzemmódban működik. Azt úgy hívják ezt, hogy gejzír típusú működés. Tudjátok, hogy a gejzír milyen? Ki látott már gejzírt? Láttál gejzírt? Hol? Hogy mondja? Fényképen? Videón láttad, de ki látott már úgy tényleg? Láttál? Melyiket? Csillébe, igen. Valami tatapi vagy mi. Képzeljétek, te is láttál? Nagyon jó. Most olvastam, hogy való Szlovákiában is van egy gejzír, azt tudjátok, de nem olyan, mint ami a igazi, tehát a izlandi gejzír. Az Izlandon van egy ilyen, amit úgy hívnak, hogy gejzír, onnan lett ennek az egész cuccnak a neve gejzír egyébként, hanem az valahogy nem valami széndioxid tartalom megváltozásával magyarázható. A lényeg az, hogy amikor látunk egy gejzírt, akkor egy kicsit jön a víz, egy kicsit felpuposodik, akkor felpuposodik a víz, akkor elkezd oldalra elfolyni, és utána egyszer csak egy vung,
kijön az egész, mint a fene, és jó magasra feltör. Akartam berakni egy fényképet erről, csak aztán elfelejtettem, pedig úgy szeretnénk már látni én is egy gejzirt, de eddig még nem sikerül. Szóval ez a gejzirt típusú működés annyit jelent, hogy mit tudom, valamennyi ideig nem jön ki víz a gejzirből, aztán utána néhány percig, gondolom én, jön ki nagy erővel a víz, aztán utána megint abba marad, és akkor várunk egy darabig. Tehát körülbelül így volt ez, hogy 30 percig ment a atomreaktor, utána pedig 2,5 órát nem ment. Aztán megint ment 30 percig, aztán 2,5 órát megint pihent. Oké, tehát ez az ilyen impulzus vagy gejzírszerű működés. Na, mivel magyarázható ez az egész ilyen impulzus működés? Hát azzal magyarázható, hogy nem voltak szabályzó rudak. Ugye a rendes energiatermelő reaktorokban vannak szabályzó rudak, amik egyen tartják a úgynevezett reaktivitás értékét. Tehát magyarán, ha elindulunk 100 darab neutronból, akkor egy ciklus alatt visszatérünk 100 neutronba. Ez a fenntartható működés. Na most mi a ciklus? A ciklus az azt jelenti, hogy van egy hasadás. Hasadásban átlagosan 2-3 neutron keletkezik, mondjuk legyen 2,5, és az a 2,5 neutron, azt le kéne lassítani, és amikor lelassult, akkor el kéne találjon egy 235-ös uránt, ne egy 238-as uránt. Úgyhogy erre fönnáll ez már öt paraméteres formula, amiből az első négy paraméter formula, ami a reaktorfizikának egy ilyen ismert összefüggése. Tehát arról van szó, hogy a ciklus elején, a hasadáskor, onnantól kezdve a következő hasadásig hányszorosára emelkedik meg a neutronoknak a száma, ez a K. Hogy az elején meg a végén a kettő aránya. Tehát az N az, hogy mit tudom, a 3 neutron keletkezett, utána a P az, hogy ebből a 3-ból hány százalék tud lelassulni, mert a többiek nem tudnak lelassulni, mert útközben olyan baleset éri őket, hogy elnyelődnek egy másik atommagban. Vannak olyanok, hogy úgynevezett rezonancia elnyelődés. Tehát van egy 238-as atommag, uránatommag, annak vannak mindenféle alapállapota, kicsit gerjesztettebb állapota, még nagyobb gerjesztett állapota, és ezeket az állapotokat, hogyha eltalálja egy neutron, tehát pont annyi az a neutronnak a mozgási energiája, hogy amikor belemegy a 238-as uránba, vagy ütközik vele, akkor az energia pont annyi lesz, mint amennyi ennek a 238-as uránnak a gerjesztett állapotának az energiája, akkor nagyon nagy valószínűséggel az benyeli, megzabálja a neutront, kialakul ez a gerjesztett állapot, és onnantól kezdve a neutron már nem tud tovább lassulni, mert beépült a 238-as uránba. Tehát ezek a bizonyos rezonanciák, ezek megeszik a neutronokat, és ez tényleg el is nyeli a neutron fluxus egy részét, és ez az a bizonyos P, ez a túlélési valószínűség, hogy le tudott lassulni az a neutron, ez valahogy a 80% körül van, azt hiszem ez a túlélési valószínűség. Akkor van az F, a következő formula, vagy következő paraméter, következő faktor, az az, hogy amikor már lelassult a neutron, akkor nem biztos, hogy 235-ös urántba fogódik be, ha lehet, hogy másikba. Tehát itt jelen pillanatban ugye az uranini kristályban voltak oxigénatommagok is, abban mondjuk, abba is be lehet fogódni, vagy nem csak tiszta uránból van az egész, hanem ott a régióban mondtam, vannak ilyen alumíniumfoszfák, meg mit tudom én, ilyen agyagpalák, abba is bele tud fogódni. Oké? Szóval ez az F, hogy másba fogódik be, az E az a gyors neutronoknak a hozama, tehát hogy nem a 235-ös uránba fogódott be, és nem is lassult le a neutron, hanem egyszer még gyors korában elhasított egy 238-as uránt. Ez egy kis valószínűségi dolog, de ez is termel neutronokat, és ezt is bele kell venni ebbe a képletbe, ez az E. Igazából epsilon csak nem tudtam áttenni görögre, de mindegy. Hát akárhogy jelöljük, ha megmondom, mit jelent, akkor az rendben van, nem? Szóval ez az, ami a neutronoknak az életciklusát megmutatja, és hogyha a 2,5-ből idáig még egynél több neutronunk van, akkor van esély arra, hogy,
hogy lesz belőle egy fenntartható láncreakció, de ott van még az a nagy P. A nagy P az azt jelenti, hogy a reaktor zónának a falán kimennek a neutronok. Tehát valamilyen oknál fogva arra jár, hogy már ott van a széle, kiszóródik belőle, és akkor az már megint csak nem tud 235-ös uránt elhasítani, mert átment a gránit közvetbe mondjuk, vagy ami a uránlencse szomszédságában volt. Ez az úgynevezett kiszökési faktor. És hogyha ez nagyobb, mint egy, akkor tud létrejönni a dolog. Na most tegyük fel, hogy vannak kozmikus sugárzások, ott létrehoznak egy-két neutront, meg van valami természetes neutronfluxus valahol, egy ilyen uránérzbe, ahol nagyon nagy az urántartalom, bejön egy kis víz, akkor megjelent a moderáló anyag, és ezek a neutronok, amik ott szaladgálnak, tehát természetes módon ott vannak, ezek le tudnak lassulni termikus energiára, elkezdenek hasítani, és hogyha ez a négy, most már öt faktor formula, ez ugye egyet ad ki, akkor egy, vagy egy kicsit többet, mint egy, akkor egy neutronból mondjuk 1,1 lesz, a következő generációban már még több, mint 1,1, aztán egyre több, és akkor így egyre növekszik a neutronfluxus, és minden egyes hasadásban energiát termel. Minden egyes hasadásban 200 millió elektron volt az az energia, ami felszabadul. Az elektron volt az egy atomi egysége az energiának. Nem tudom, hogy hallottátok-e már ezt a fogalmat, hogy elektron volt. Ki hallotta? Na, azért sokan. Aki nem hallotta, nektek elmondom, hogy egy elektron volt az az energia, amire az elektron akkor tesz szert, hogyha egy volt feszültséggel felgyorsítjuk. Akkor lesz neki a mozgási energiája pont egy elektron volt. Ez 10 a mínusz 19-en zsúl, tehát a zsúlhoz képest egy nagyon-nagyon kicsi egység, de ha ezt az elektron voltot megszorozzuk az Avogadro számmal, akkor már azért jó, már ilyen makroszkopikus energiát kapunk. Tehát ez ilyen atomi méretekben az energia. És ebből 200 millió keletkezik egy hasadásba, összehasonlítva a szén égésekor elektronvoltok keletkeznek. Itt meg 200 millió. Tehát ezért van az, hogy a hasadás energiatermelési hatékonysága az sokkal nagyobb, mint bármilyen fosszilis tüzelőnek az elégetése. Ráadásul ugye üvegházhatást okozó széndioxidot se termel. Szóval ez a energia elkezdte felmelegíteni ott az uránércet, meg a kőzeteket. Ezt ugye az egyik ábrán mutattam, hogy ott lehetett látni a melegedésnek a hatását, és közben egyre több neutron lesz. A neutronoknak a számát azt úgy mondjuk, hogy neutronfluxus. Hogy egy négyzetcentiméteren egy másodperc alatt hány neutron megy át. Ez a neutronfluxus, ez a neutronfluxus egyre nő, és akkor egyre több energiát termel, egyre melegebb lesz ott az egész kőzet, és akkor mi történik? Akkor az történik, hogy a víz, az ugye a víz is fölmelegszik, és 400 fokos víz az ugye már nem olyan triviális, tehát a 100 foknál azt mondjuk, hogy sziasztok, már nincs tovább víz, mert akkor már gőz lesz. Tehát a víz elkezd egyre forni, persze nem tud mindenhol egyre elforni, meg nem tud olyan könnyen ott a kőzetekből elmenni a vízgőz. Az lesz, hogy fölmegyünk 100 fok fölé, ott gőzvízkeverék lesz, és ahol már a gőzvízkeverékből a gőz van, ott ugye már nem ugyanolyan sűrűn van víz, hanem sokkal kevésbé a kisebb a víz sűrűsége, ugye már a gőz ott fellazította az egészet, és ezért nem tudja a neutronokat olyan jól lelassítani, és ez a bizonyos P-faktor, ami azt mondja meg, hogy a neutronok hányad része tudott lelassulni a nullára, ez elkezd csökkenni. Ugye, mert ott vannak a gőzrészek. Aztán egyszer csak az lesz, hogy elkezd lassulni a neutronszám növekedése, és a végén az lesz, hogy elforra ott a víz. Sikerül neki fölforni, kimegy oldalt a gőz, még lehet, hogy tényleg fújt is valami olyat, mint amit a Gezi szokott, és akkor tényleg ez a K-formula, ez a K-faktor ebbe a formulába egy alá esik, amikor elforra a víz, és akkor nem lesz többet. Akkor megáll a reaktornak megáll a láncreakció a reaktorba, és utána nem működik tovább. Ez volt 30 perc, és akkor 2,5 óráig pihent, amíg abba a térfogatba, ahol a gőz kiment, abba visszaáramlik a hidrogeológiai áramlások segítségével visszaáramlik a víz, akkor oda bejön nem olyan forró víz, hanem sima
környezeti hőmérsékletű víz, és akkor megint várunk egy kicsit a környezetben a természetes neutronfluxus egyszer csak beindítja a láncreakciót, és akkor megint kezdődik az egész előről. Oké, és akkor így megy ez a gejzír típusú működés. Oké, tehát így működött elvileg óránkénti, vagyis félórás, nem, három órás periódussal, de mondom 100 000 évekig. Tehát azért ott ez úgy konstans dolog volt. Persze a 100 000 évet azt jelenti, hogy néhány ezer évig meg lehet, hogy egyáltalán nem ment, mert ugye azt mondtam, hogy a meteorológiának is nagy szerepe van, tehát hogyha jött egy olyan időszak, amikor nem esett az eső, és akkor ezek a felszín alatti áramlások is átalakultak, nem volt elég víz, akkor lehet, hogy nem volt moderátor egy pár száz évig, vagy ezer évig, és akkor mondjuk nem ment. Aztán megint jött az eső, akkor megint. De hát ott ugye egyenlítői Guineában vagyunk, szokott esni ott az eső? Hát állandóan esik. Mostanában legalábbis. Na, szóval ez a helyzet, hogy azt még nem mondtam el, hogy az uránérc egyébként egy kicsit korábban keletkezett, mint ahogy ezek a reaktorok beindultak, tehát körülbelül 2,1 milliárd éve keletkezett ott az uránérc, és 1,8 milliárd éve indultak be elvileg ezek a reaktorok, és hogy azért keletkezett ott az uránérc, mert hogy valamilyen baktériumok elkezdte, olyan volt a felszínen a meteorológiai viszony, hogy valami cianobaktériumok elkezdtek oxigént termelni, az oxigén tartalma megnőtt a légkörnek, és ennek következtében megváltozott a felszíni vizeknek az oxidációs állapota, mert sokkal több oxigén lett a vizekben, és ez a bizonyos oxidációs állapot, tehát hogy elektront a vízben könnyű átvenni egyik a molekuláról a másikra, ezek elkezdtek megváltozni, és a vízben oldott urán átment a 4-es oxidációs számából a 6-os oxidációs számába, olyan molekulák keletkeztek, amik bele tudtak oldódni a vízbe, és ezáltal elkezdte az uránt vinni a gránitból, ami emlékeztek az alapkőzet gránit volt, az uránból elkezdte vinni a gránitból az uránt ez a víz, és amikor ennek a homokkőnek a határához ért, akkor ott kicsapódott valamilyen geokémiai okokból, ezt nem tudom teljesen pontosan, tehát beoldotta a víz, szállította, egyszer csak megváltozik a pH, ott valahol a föld alatt valamilyen oknál fogva, és amikor megváltozik, akkor puffot kicsapódik az urán. És akkor ment ez az áramlás, és akkor ott kicsapódott, és akkor ilyen szép geológiai korok alatt felhalmozódott ez a méter vastagságú uránérc. Hát körülbelül így keletkezett egy fizikus interpretálásába. Persze egy geológus erre azt mondaná, hogy úristen. Na, szóval valami ilyesmi, de a oxidációs szám az ugye megint csak tudjátok fizika, kémia, tehát az megint a mi szakterületünk. Na, szóval ez volt a működés. Van egy nagyon fontos következmény. Ez a bizonyos izotóp keletkezés és az izotóp gyakoriság. Ez az a dolog, ami alapján ezt az egész történetet elhisszük, mert ezek azok a bizonyítékok, amik nem lehet mással magyarázni. Tehát, hogy a hasadványanyagok, azok ugye nem, kb. Nem fele akkora, mint az urán 238, de mondjuk kicsit kisebb, mint a fele, meg nagyobb, mint a fele. Tehát olyan izotópok keletkeztek, amik addig nem voltak ott, abban a környezetben, és ezeket a hasadványoknak a maradványait, ezek az új izotópok, amik keletkeztek, ezeket lehet kimutatni ezekbe a kőzetekbe. Na hát körülbelül ezeket már elmondtam, még azt nem mondtam el, hogy 100 kW teljesítményen ment általában. Itt van 90 terawattóra energiát termeltek összesen. Tehát nem is igaz, hogy nem tudom, mert tudom. Csak puskázva, azért van a PPT, tudjátok, hogy az előadó, amit elfelejt, azt a PPT-ről leolvassa. Hát most én is így vagyok ezzel. Tehát 90 terawattóra energiát termelt. Az azt jelenti, hogy tehát egy ország egyéves energiatermelésének a nagyságrendjében van. Tehát elég számottevő energiaérték. Jó, akkor most átmehetünk a előadásnak a másik részébe, ami az izotóp gyakoriságokról fog szólni. Ugye itt azt fogjuk taglalni, hogy mik a bizonyítékai annak, hogy ez a bizonyos reaktor működés, amit most itt szépen felvázoltam nagy vonalakban és leegyszerűsítve, hogy ez tényleg így volt. Hát ugye ez a hasadvány atommagoknak, vagy atomoknak a
a gyakoriságának az eltolódása. Ezen a bizonyos izotóp térképen fogom nektek magyarázni. Ez az izotóp térkép nagyon jó dolog, ez olyan, mint a Mendel-féle periódusos rendszer, csak nem csak az elemek vannak rajta, hanem minden elemnek az összes izotópja is rajta van. Viszintes tengelyen van a neutronok száma, ami az atommagban van, és függőleges tengelyen van a protonok száma, tehát a Mendelejevnél, ami volt egy kocka, az mindig ugyanahoz a rendszámhoz tartozott. Na most az a kocka, az itt egy egész sor. Oké, és akkor megy fölfele a protonok száma, itt van a 0-0, itt, fölötte van a proton, az 1 proton 0 neutron, meg a neutron az 0 proton 1 neutron, és ami feketével van berajzolva, az mind stabil atommag. És akkor itt vannak a stabil atommagok egészen az ólom 206-osig, vagy 8-osig, bocs. És akkor fölötte itt van az urán, ez a kettő, az urán 235, meg az urán 238, ha lehet látni ezt a nyilat. Valahol itt van még a tórium is valamennyire, ja, nem az kisebb, mint az uránrendszám, kb. Itt lehet a tórium, és akkor ezek itt a transzurán elemek, ezek nem feketék, de elég hosszú a felezés idejük. Tehát itt az urán ugye ez ilyen milliárd éves dolog, és az urán fölöttiek ezek 10 000 év, 100 000 év ilyenek szoktak lenni. Oké? Tehát ez az izotóp térkép. Na most ezen az izotóp térképen tudom nektek elmagyarázni azt, hogy mi az, hogy természetes izotóp gyakoriság. Tehát itt kiválasztottam két darab sort, a felső az a szamárium, ahol sok fekete van, alul pedig a neodímium, ez mind a kettő egy ritka földfém, mind a kettő olyan, ami hasadásban szokott keletkezni. És akkor látjátok, vannak a fekete kockák, amiben a stabil atommagok vannak, ide van írva, hogy stabil, hát ennek valami 10-16-on év a felezés ideje, ami nagyon-nagyon hosszú, az úgy kb. Stabil. Oké. Okay. És akkor itt van mellette, és alatta egy százalék, hogy 10, hát nem hoztam a szemüveget, azt se látom, nagyon jó, 14% körülbelül, meg a másik 11, ez 19, tehát ezek a százalékok jelentik azt, hogy az összes szamárium közül ez az izotóp hány százalékban van jelen. Ugyanez a neodiumra alul. És akkor ezek univerzális számok. Ez egy erős állítás. Tehát azt mondom, hogy a Földön, hogyha megnézem Ausztráliába, akkor akármilyen szamárium mintát, ezek az izotóp arányok annyi ott. Oroszországban ott is annyi, Amerikában még ott is annyi. Hogyha lefúrunk a Antarktiszon, de Magyarország az persze. Na, szóval a Földön ezek az izotóp arányok ugyanilyenek, sőt, a bolygókban, a többi bolygónál, meg a meteoroknál is majdnem ugyanezek az izotóp arányok vannak. Abban nem vagyok biztos, hogy az milyen, hány százalék pontossággal ugyanennyi. Ennek az az oka, hogy amikor a naprendszer keletkezett, akkor volt egy nagy gázfelhő, és annak a gázfelhőnek az anyaga az öröklődött bele a Föld anyagába. És ami ott volt ez az izotóp arány, az úgy kb. Homogén volt, nem feltétlen teljesen, de úgy kb. Homogén volt, és ezt a gyakoriságot örökölte a Föld anyagába az összes ilyen izotópnak az egymáshoz képest relatív százalékos aránya. Na most az az anyag, amiből a Föld keletkezett, az hogyan keletkezett? Tehát az egy ilyen, mondjuk elképzeljük egy por, meg hát ezt szokták mondani a csillagászok, tehát nem, hogy ilyen por dolog. Porból jöttünk, porrá leszünk, és akkor ez gravitációsan összehúzódott, és akkor ugye perdülete is volt, aztán még jobban gravitációsan összehúzódott, nem tudom, hogy a bolygók hogy keletkeztek, de valahogy így a végén kialakultak ezek a kőzet alapú bolygók, mint például a Föld, meg a Mars, meg a többiek, de ez az anyag, ez ugye valamilyen asztrofizikai folyamatokban keletkezett. És ezek az asztrofizikai folyamatok, ezek vannak itt ábrázolva ezen a oldalsó ábrán, ezen a jobb oldali ábrán. Ugye itt az izotóp térképet felismeritek, mint minden atommagfizikai folyamatnak a térképe, ahol mindenfélét el lehet magyarázni. Tehát itt vagyunk a protonszám, neutronszám, itt a 0-0, és akkor vannak ilyen vonalak. Vannak olyan vonalak, amik itt a feketéken mennek keresztül, az egy olyan folyamat, amit úgy hívnak, hogy S folyamat, ez a slow neutron capture, tehát a lassú neutronoknak a befogása, tehát valamelyik csillagnak a közepébe
valamiért keletkeznek neutronok, hát például azért, mert van benne szén-13 atommag, és azt egy alfa részecske, ha eltalálja, akkor ki tud belőle ütni neutron. Ugye alfa részecske az a hélium atomnak az atommagja, ugye hidrogén meg hélium minden csillagban van, de aztán ezek a csillagok fejlődnek, és közben ott a közepében mindenféle magfúzió, meg mindenféle magreakció történik, és ezért a többedik generációs csillagokban már vannak nehezebb elemek is. Most erre nincs időn kitérni. Szóval így keletkezik a csillagokba, többedik generációs csillagokba például lassú neutronbefogásos folyamattal keletkezhetnek ezek a nehezebb elemek. De a másik, az itt van a szélén, ez az R process, ez a R mint rapid, gyors neutronbefogásos folyamat. Ez az, ami egy csomó ilyen nehéz, tehát itt vannak valahol ezek a szamárium, ezek a ritka földfémek. Ezeknek a előállításáért az univerzumban ez az R folyamat felelős egyrésztről az S mellett. És ez az R folyamat, ez itt ki van rajzolva nektek, tehát úgy történik, hogy például van egy szupernova robbanás, vagy egy neutron, két neutron csillagnak az összeolvadása. Az kell hozzá, hogy óriási neutronfluxus legyen ilyen csillagászati objektumban. Tehát mondjuk van egy szupernova robbanás, az azt jelenti, hogy van egy óriási csillag, ami összeroppan, a közepébe, ami ott addig vas volt, az valamiért összeroppan, átalakulnak a protonok neutronná, és óriási neutronfluxus kezd el kifele menni, és a vas, ami ott van, azokat átalakítja. Vas 56-ból lesz vas 57, vas 58, vas 59, vas 71-ig mondjuk, ahol aztán már az utolsó vasizotóp is van, onnan már olyan gyors lesz a bétabomlás, hogy hirtelen átalakul egyen nagyobb rendszámú elemmé, ami hát talán vagy a kobalt, vagy a nikkel, nem tudom melyik, és ott megint befogja a neutronokat, aztán lesz egy bétabomlás, és amikor már bétabomlás nagyon hamar bekövetkezik, tehát nagyon instabil atommagokról van szó, akkor elkezd így fölfele a rendszám nőni. Ugye a bétabomlás, tudjátok, az olyan, hogy átalakul egy neutron protonnál, és egy elektront kidob. És akkor egyel nőtt a rendszám. És akkor így, ilyen nagyon nagy neutronfluxusú környezetben fognak ezek itt termelődni, amikor megszűnik a neutronfluxus, akkor pedig az történik, hogy ami atommagunk van, az utána elkezd magától bomlani, és a bomlások során, béta bomlásokkal ide bejön a fekete zónába. Oké? Tehát a stabil atommag lesz belőle valamennyi idő múlva. Itt mutatja ez az ábra azt, hogy amikor még a neutronfluxus létezik, akkor az egyes izotópokból, amiből sok van, az fehérrel van rajzolva, amiből kevés van, az feketével. Tehát látjátok, hogy itt elég sokan vannak, és egyre nehezebb, egyre nagyobb rendszámú izotópok keletkeznek belőle. Kikapcsoljuk a neutronfluxust, akkor ezek bung, így megtámadják a stabil atommagok völgyét, és akkor így valamilyen izotóp gyakoriság keletkezik. Valamilyen arányban R-processz termeli az izotópokat, valamilyen arányban S-processz, és még itt van felsorolva egy más, jó néhány másik P folyamat, meg RP, ezeket, ilyenek is vannak, azok kisebb valószínűségű dolgok, és akkor ezek úgy összességében valahogy létrehozták ezt az izotóp gyakoriságot, amit ugye megmérhetünk bármelyik kőzetben. Ezzel szemben mi van a hasadáskor? A hasadást is ábrázoltam ezen az izotóp térképen. Itt van fönn a urán, két urán meg a tórium, ez itt az urán 238, ez a 235. Amikor ez elhasad, akkor képzeljetek ide egy egyenest, itt az urán 235 és a nulla közé, ezen egyenes mentén fognak keletkezni az izotópok. És akkor a keletkezés valószínűsége van ábrázolva a pirossal, amikor kevesebb keletkezik, az sárga, amikor még kevesebb, az zöld. Tehát ezek az egyes izotópok keletkezésének a valószínűsége a kétdimenziós eloszlása az izotóp térképen. És akkor amikor ezen valószínűség szerint keletkeznek, amikor benn vagyunk a neutronfluxusban, tehát amikor a hasadás történik, akkor ez van, aztán megáll a reaktor, akkor ezek a hasadványok elkezdenek elbomlani bétabomlással, és valamilyen stabil izotóp lesz belőle. És nyilván ebben a folyamatban az egyes izotópoknak a megszületési aránya teljesen más, mint az S meg az R folyamatokban volt.
Tehát a természetes izotóp gyakoriság, ugye az a csillagászati objektumokban lévő nagy neutronfluxusban keletkezett gyakoriságokat írja le, és ez teljesen más, mint a földi méretekben a hasadás során viszonylag nagy neutronfluxusban keletkezett izotópoknak a relatív gyakorisága, meg tök más lesz. És akkor megnézzük az oklói kőzeteket, és megnézzük, hogy melyik izotóp gyakoriságra hasonlít az ott lévő izotópoknak a gyakorisága. Leginkább ezt a szamáriumot és a niobiumot lehet olvasni a cikkekbe, tehát ezek ilyen jó példák, amik kristálytisztán megmutatták, hogy az a izotóp gyakorisága, ami a természetes, ami oda föl volt írva a fekete kockákba, nincs is. Tehát itt van a kék, az a természetes elemgyakoriság, tehát asztrofizikába keletkezett izotópok esetén, és itt van a piros, ami pedig a hasadás által keletkezett. Oké? Hát teljesen más az eloszlás. Például azt is lehet látni, a 142-es neodínium, az például egyáltalán nincs is, az nulla valószínűségű. Ha megnézitek azért, mert itt van valahol egy 142-es szám, ez itt a, ugye? M, ez a 142. Hát jó lenne, ha látnék. 142-es cérium, látjátok? Ez elég nagy felezési idejű, 10-es sokadikon év, tehát amíg a oklóban történtek a dolgok, az alatt ezek nem nagyon bomlottak el, tehát keletkeztek itt a hasadványok, ez ennél megállt az egész, és még egy-kettő darab lépés kellett volna ahhoz, hogy ez a neodínium 142 létrejöjjön, de mivel itt megakadt a folyamat, ezért ezek hasadásban nem keletkeznek, hanem a cériumig jut el a dolog, ezért itt a 142-nél nulla van. Viszont a természetes elemgyakoriság az itt jó nagy, mert ott mindenféle más folyamatokból jönnek a dolgok. Oké? Szóval, ha megmérjük ezt a neodínium 142-t például, akkor látjuk, hogy a többiekhez képest van-e megfelelő mennyiség, vagy nincs. Ha nincs, akkor ez tuti hasadásból van, és akkor ezek azok az eredmények, amiket természetesen most még nem részleteztem, de itt mindjárt mutathatok nektek egy párat, ami 100%-osan bebizonyította azt, hogy ez tényleg hasadásból származó elemgyakoriság. Még beszélhetek? Egy óra szokott lenni? Jó, akkor még egy 5 perc. Jó, mert vannak, de ez már csak ilyen, én se értem, hogy mit mutatok, de szépek az ábrák. Tehát a geológusok úgy működnek, hogy vesznek ilyen 1 centiszer 1 centis kis csiszolatokat a kőzetekből, amiket ott az uránbányában találnak, és akkor elkezdik elektron nyalábokkal, meg mindenféle nagyon jó kis berendezésekkel vizsgálni, és akkor ezzel fókuszáljuk, például itt van egy kis ilyen minta, ráfókuszáljuk az elektronnyalábot, és akkor amikor itt vagyunk, például ide fókuszáltuk, akkor megmérjük, hogy hány elektron tudott kiütni. És utána az, amit ott kiütöttünk, nem csak az elektront, megmérjük, hogy hány elektront ütött ki, és akkor még ott a fókuszáló berendezés, ott még egy kicsit kilögdösi magukat, az atomokat is, amiknek megmérik a tömegspektrométerrel a tömegeloszlását. Ez a mérés, amit itt mutatok, ez egy Nature cikk volt, és valami nagyon drága ez a dupla berendezés, hogy tömegspektrométer is, meg elektronszórás is, meg szedjük ki mint a felszínéről az atomokat, tehát ez egy nagyon delikát dolog, de ezzel megnézték ezeket a kőzeteket, és akkor meg tudták mondani, hogy európium, például az is egy ilyen ritka földfém, a 151-es meg a 153-as hol helyezkedett el, és hogy milyen volt az arányuk. Látjátok? Tehát így mikrométerre megmondták, hogy na ott van egy kis foltocska, abba vannak a európiumok. Még azt is meg tudják mondani egyébként, hogy milyen atomok vannak, milyen rendszámú atomok vannak ott mellette, és ebből ki tudják azt is találni, hogy milyen fajta kristály van ott egy ilyen kis pici méretben. Na itt van az izotóp arányok, hát látjátok, meghatározták, hogy körülbelül 0,2 szokott lenni, ami nagyban eltér attól, ami a természetes elemgyakoriság. Tehát ez is az egyik ilyen mérése, és azért mutatom ezt, mert ez látjátok, így lokálisan egy szemcsében tényleg nem egy valami nagy átlag, hogy úgy összeátlagunk mindent, hanem úgy pont egy kis szemcsében lévő ilyen elemgyakoriság, ez kristálytisztán mutatja, hogy ez hasadásból származik. A másik ilyen mérési módszer, amikor a kőzetekben a nemes gázok,
ilyen kis zárványokban ott beleragadnak. Tehát ugye a nemes gázok azok kidiffundálnak minden felé, de a xenon meg a kripton ezek ilyen nagyobb atomok, és vannak úgynevezett zárványok, nem tudom, hogy miért hívják őket zárványoknak, de a neve sugallja, hogy be vannak zárva az izotópok, és valahogy nem tudnak onnan kimenni, és megnézték ezeket a zárványokat, amiben xenon és kripton atomok voltak, és itt vannak az uránoxidok, tehát ami onnan valósi a uránércből, meg a szomszédos régió, ahol alumínium-foszfát van. Itt látszik, hogy a X-tengelyen a xenon 136 izotópnak a mennyisége van, függőlegesen pedig a kripton 86 és a xenon 136 aránya. És látjátok, hogy ebbe a kripton 86 az jóval nagyobb arányban van, mint a uránoxidba. Ez itt a természetes gyakoriságnak megfelelő arány, és itt hiányzik a kripton. Hoppá! Tehát az arány megint felborult, és megint össze kell hasonlítani, hogy mit látunk, olyat, ami a hasadásból származó arány, vagy ami a természetes elemgyakoriságból, és akkor hát ez megint a hasadást hozta elő. Na, ezt most nem magyarázom el, mert már elhúztam az időt. Azt is meghatározták mindenféle ilyen izotóp mérésekből, hogy mekkora neutron fluxus volt akkoriban, amikor a reaktor ebbe az impulzus üzemmódban működik. Például úgy csinálták meg, hogy van ez a jód-129-es izotóp, látjátok, itt van, ez a színskála, ez, hogy a hasadásban milyen valószínűséggel keletkezik, hát ez teljesen szürke, tehát ez nem tud a hasadásba keletkezni. Az azt jelenti, hogy ez egy jó ilyen jelző izotóp. És akkor azt megmérték, hogy ez a 129-es jód, amikor befog egy neutront, hiszen volt 129-es jód, a természetes elemgyakoriság miatt, nem a hasadás miatt, ami ott volt, az a jód ugye befogta a neutronokat. Átalakult ebbe a 130-as jódba, ami 12 perc felezési időben a stabil 130-as xenonná alakult. És ezért a 130-as xenonnak a száma, a mennyiség egy mintába, az megmondja, hogy mennyi ilyen reakció történt, hogy itt neutronbefogás, bétabomlás. És akkor látjátok, hogy az uránoxidban ez a xenon 130 száma megint csak jóval kisebb, és abból, hogy mennyivel kisebb, abból kiszámolták, hogy mekkora ez a bizonyos neutron fluxus, és akkor hát ennyi lett az eredménye. Körülbelül 10-21-en neutron ment át négyzetcentiméterenként. A másodpercet nem írtam oda, és másodpercenként. Hát ezt most jó lenne, ha értenék a reaktorokhoz. Kb. Annyi. Tehát a neutron generátorokhoz tudok hozzászólni, mert olyannal dolgoztam, ott ilyen 10-15-en neutron per négyzetcentiméter szekundum, az már jó nagy fluxus. Tehát ez a 10-21-en ez olyan rendes. Azt nem tudom, hogy Pakson mennyi, de jó a kérdés. Meg kéne nézni. Ez egy környezeti vonatkozás. Az egyik ilyen minta, ugyanaz a mérés, mint az előbb, amit láttatok, azt mutatja, hogy céziumot találtak az egyik mintában. Itt van bárium, meg cézium, és itt mutatja, hogy a báriumnak az aránya valamiért nagyon, nagyon magas ebbe a pöttybe. Az azt jelenti, hogy a bárium, ami egyébként egy illékony anyag, és nem fér bele az uraninitnak a kristályrácsába, amit az elején mutattam, emlékeztek, volt egy kristályrács, oda ez a bárium nem fér bele, ugye második oszlopban van, még az elektronok úgy lazán vannak az atommag körül, és az utolsó elektronok, ezért nem fér bele. Ezért illékony, kimegy a kristályrácsból, és ilyenek azok, amik nekünk, mi nem szeretjük őket, mert hogyha radioaktív hulladékok lesznek, akkor ezek majd elkezdek mászkálni a környezetbe. Ami beleragad a kristályba, az nem annyira veszélyes. Na és azt írja ez megint csak azt hiszem, a PNAS, Proceedings of the National Academy of Science, valamilyen újságban jelent meg, nagyon híres újság, hogy találtak ruténiumot, és akkor mert ebbe a pontba nem mentek el a bárium atomok, ott maradtak, és a hasadásból származók, és abból látszik, hogy valami olyan rács keletkezett, ami az illékony bárium atomokat is ott tudta tartani, és ha ezt lemásoljuk, akkor ilyen anyagokkal meg tudjuk fogni a radioaktív hulladékban az egyébként illékony
hasadvány anyagokat, és akkor sokkal kisebb valószínűsége lenne annak, hogy elrakunk valamit egy mély bányába, mondjuk egy uránbányába visszarakjuk a hasadványokat, amiben előtte is jó nagy aktivitású anyag volt, most oda betesszük, és ha ilyen, amit itt láttak, ezt a ruténium tartalmú kristályszerkezetet, ha ezt, vagy ennek egy javított változatát mellé tesszük, akkor sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy ezek a diffúzióra képes atomok ott elkezdenek mászkálni. Tehát ez az, ami a környezeti vonatkozása az egésznek. Na és akkor ez, amit még ígérgettem az absztraktba, ez az elektromágneses és kölcsönhatásnak az időfüggését is megmérte, ez a oklói reaktor, képzeljétek el. Hát azt tudjátok, hogy van olyan, hogy négy alapvető kölcsönhatás, ugye? Abból az egyik az elektromágneses kölcsönhatás, aminek az erejére van egy elektromágneses kölcsönhatás együtthatója, úgy hívják, hogy alfa. Dávid Gyula mindig azt mondta nekem, hogy 1/137. Most is azt mondod. Meg még vannak a tizedes pont után, tizedes vesző után még. És ugye, hát ő mondta, neki mindent elhiszünk. De az újságokban is ezt olvastam, tehát ez a közmegegyezés. Az a kérdés, hogy ennek az alfa, finom szerkezeti állandó, ugye? Ennek az alfának az értéke 2 milliárd évvel ezelőtt, amikor az oklói reaktor működött, ugyanennyi volt, vagy nem. Ugye egy mostani kísérletben ezt nem lehet megcsinálni, mert nem tudunk visszamenni 2 milliárd évet, de ahogy rájöttünk, hogy itt volt egy reaktor, ez egy kicsit esélyt ad arra, hogy megmérjük ezt az állandót akkor. Na most a fővonalak, én se értem a részleteket, meg nagyon-nagyon kiterjedt számolás, itt van Physical Review folyóiratban jelent meg. Lényegében csináltak egy teljes szimulációt erre az oklói reaktor zónára. Mindent beleraktak. Azokat számolták ki, hogy a néhány atommag, ami elég nagy neutron befogási hatás keresztmetszettel rendelkezik, és az elején azt mondtam rájuk, hogy neutronmérgek, hogy azoknak a mennyisége mennyivel csökkent a többihez képest, ami nem nagyon fogja be a neutronok, tehát a számuk ugyanannyi maradt a neutron fluxus ellenére, vagy azzal együtt. Ezek viszont, amik ilyen jó neutron befogók, ezen elméleti számokhoz képest lecsökkentek. És akkor van egy elmélet, ami kiszámolja, hogy mondom, az egészet szimulálták, hogy mennyire kellett ezeknek lecsökkenni. Ebben benne van az, hogy mennyi az úgynevezett hatáskeresztmetszete ennek a szamárium 149 neutron befogásának. Oké? Okay? És akkor úgy történik ez a szamárium 149 neutron befogása, hogy lesz egy szamárium 150, amikor összemegy a neutron a 149 szamáriummal, akkor egy 150-es keletkezik, de az nem alapállapotban van, hanem egy magasan, vagy hát valamennyire gerjesztett állapot. Ezt jelenti ez a csillag, és akkor az majd valahány gamma foton kibocsátásával alapállapotba áll. És itt mutatja ez az ábra, hogy itt van az alapállapot, tehát ez, és itt vannak a gerjesztett állapotok. És hogyha ezek a gerjesztett állapotoknak az energiái, ezek kicsit eltolódnak, akkor minden meg tud változni. Ha nem találjuk el ezek az állapotok, ezek ilyen rezonancia-szerű neutron befogást csinálnak, mint az elején is mondtam, hogyha ezek a rezonanciák kicsit odébb mennek, akkor az egésznek lehet, hogy más lesz az átlagos hatás keresztmetszete. Annyira pontosan megnézték ezzel a szimulációval, hogyha azt mondjuk, hogy van egy valamilyen 300 Kelvin hőmérsékletű ideális gáz, akkor azt tudjuk, hogy abban a részecskéknek az energia eloszlása, vagy sebesség eloszlása, az Maxwell-Boltzmann eloszlás. Kiszámoltuk, ti is tanuljátok szerintem már a gimibe, de ha majd ide jöttök az egyetemre, itt aztán tutira fogjátok tanulni. És azt is kiszámolták, hogy mivel itt ebbe a oklói reaktorban ez ilyen impulzus üzemű, nem alakul ki a termikus egyensúly, hanem egy kicsit egyensúlytól távolabbi eloszlásunk sok vannak, ezt is kiszámolták, és látjátok, eltér attól, hogy Maxwell-Boltzmann eloszlás legyen, tehát ilyen részletes dolgokat is beleraktak, és kiszámolták, hogy akkor itt ugye van mindenféle energiájú neutron, mindegyik más valószínűséggel fogódik be minden atommagon, ugye ennek a valószínűségnek van egy energiafüggése, akkor ezzel a precíz eloszlással össze kell keverni, össze kell integrálni ezt a befogási valószínűséget, így jön egy reakcióráta, hogy hány
szamárium elnyelés történik másodpercenként. Az van itt kiszámolva, ez az átlagos befogási valószínűség, és azt írja, hogyha nulla, nincs eltolódás ezekben a rezonanciákban, tehát ezek a rezonanciák a helyükön vannak, akkor ennyi ez a másodpercenkénti befogások száma, de hogyha elkezd eltolódni ez a dolog, ennek az energia egy kicsit odébb megy, akkor bizony le tud csökkenni ez az átlagos neutron befogás. Tehát a neutron befogás nagyon érzékeny arra, hogy azok az energiák odébb mennek-e vagy nem. És így ez az alapja annak, hogy azt meg akarjuk nézni, hogy 2 milliárd évvel ezelőtt azok a rezonanciák ugyanott voltak-e. És miért tudnak elmenni? Azért, mert van egy atommag, akkor az atommagban ugye van a magerő, ami összetartja a protonokat meg a neutronokat, plusz még van az elektromágneses taszítás a protonok között. Hogyha 2 milliárd évvel ezelőtt az elektromágneses kölcsönhatásnak az együtthatója mondjuk vagy nagyobb volt valamennyi, vagy kisebb, akkor a protonok nem ugyanúgy taszították egymást, mondjuk ha kisebb volt, akkor kevésbé taszították egymást, akkor a magerő jobban össze tudta húzni az atommagot, és az atommag kisebb lett volna, és ennek az atommagnak a méretének van nagyon nagy hatása ezekre a rezonancia energiákra, oké? Tehát, hogyha megváltozik az alfa, akkor ez a rezonancia csúcsa egy kicsit odébb sétál, és akkor már is ez a befogási, átlagos befogási, neutron befogási ráta, neutron befogás per másodperc, az már is így lemegy a felére, harmadára, és hogy mennyinek kell lenni, azt viszont tudjuk, mert az oklói minták megmutatták, hogy mennyi szamárium fogott be neutron. Tehát itt van az adat, és hogy ehhez itt van a hozzátartozó elmélet, hogy jó legyen, az ahhoz ez kell, ez a nulla, abból indulunk ki, hogy nem mennek odébb ezek a rezonanciák, de ha odébb mennek, akkor kiszámolták, hogy ha nem tudom hány milli elektron volttal odébb mennek, akkor már azt látnánk a szamáriumnak a mennyiségébe. Minuszba is, meg pluszba is. Itt van ez a hibaszámítást is nagyon szépen elvégezték, és ebből azt a következtetést vonták le, hogy ezek a rezonanciák nem mentek odébb néhány milli elektron voltnál, azt hiszem 75 milli elektron voltnál nem sétáltak odébb, és ebből vonták le azt a következtetést, hogy az alfa finom szerkezeti állandó az nem volt más a mostanihoz képest. Tehát kb. Itt a nulla körül vagyunk. Hát, hogy mi az egy, meg mi a nem, itt ilyen nagyon kis számokra kell gondolni, in units of 10^-9, ha jól látom. És akkor a természeti állandónak az idő függésére ez az okló ide tett egy pontot. Vannak erre már más pontok, látjátok, ez olyan csillagászati megfigyelésből adódó dolgok, amikor távoli galaxisokat néztek, és onnan próbálták meg ezt megmondani, ott jóval nagyobbak a hibák, ugye, mert a csillagászati megfigyelés az kicsit más, és azok is konzisztensek azzal, hogy nem volt más az alfa finom szerkezeti állandó, de ebbe a régióba ugye a csillagászati megfigyelések nem adnak pontot. Tehát pont ebbe az időtartományba most ez az oklói eredmény is bele tudott tenni egy számértéket. Hát az lett, hogy százalékosan egy adott időre vonatkoztatva 10^-17 egy per évnél kisebb a változása. Ez lett a finom szerkezeti állandó idő változására a felső korlát. És akkor hát minden körül, mert az is egy jó kis modell, nem, hogy ez mindig is állandó volt. Egyébként, hogy ez mennyire kérdés, azt olvastam, hogy Dirac és Gamow, nagyon híres fizikusok a 40-es években, ők vetették fel, hogy ezek lehet, hogy változnak. Ugye, mert semmi kísérlettel nem tudtuk akkor még megnézni, hogy most akkor hogy van, és akkor elkezdtek azon gondolkozni, hogy mi van, ha változik. Úgyhogy ez egy ilyen normális irány, hogy ezt valahogy majd a kísérletek, látjátok, ha ezeknek a pontoknak a bizonytalansága jóval kisebb lesz, akkor majd már a tudományos alapon fogjuk tudni állítani, hogy a finom szerkezeti állandó időben állandó, addig ez egy feltevés, és van néhány kísérlet, ami elég jól utal rá. Na hát ez az oklónak a fizika nagy távlatú fizikára való hatása, hogy ilyen is van neki. Úgyhogy köszönöm szépen, ez így volt az előadás. Mm-hmm.